Csütörtök délután megtelt nézőkkel a kamaraterem. 18. alkalommal rendezték meg ugyanis a Kalocsai Kincsesláda címet viselő előadás sorozatot, ami a 3. Kalocsai Magyar Kultúra Hete keretein belül valósult meg. Most Bence Károlyné néptáncoktatóra, Muharai és Életvadíjas együttes vezetőre emlékeztek. Bence Károlyné Éva néni az édesanyám, akit ugye a városban elég sokan ismernek. Ő egyébként pedagógus volt, néptáncoktató volt. Nagyon sokat foglalkozott néptánccal, ugye együttese volt, kórusa volt, úttörő mozgalomban vett részt. A Kincsesládába felelevenítették Bence Károlyné életét, munkásságát, a népi együttes élén eltöltött éveket. Mivel nagyon sok mindennel foglalkozott, folyamatosan részt vett a város kulturális életében, így nehéz feladat volt ilyen sok év mozzanatát egy előadásba tömöríteni. Pakson kezdett tanítani, ő egyébként magyar-orosz szakos tanár volt, és utána került 64-ben Kalocsára. Ugye innen indult az egész pályafutása. A mostani Kertvárosi Általános Iskolában, ami ugye régen V. József iskola névre hallgatott, abban tanított, és hát végül is 64-től ő már foglalkozott néptánccal. Ugye csoportjai voltak, szakkört vezetett, néptánc szakkört, és utána folyamatosan jöttek a mindenféle foglalkozások, ugye az iskolai foglalkozások, képző művészettel kapcsolatos táborozással, mindenféle szervezéssel, túrákkal. Az előadáson közreműködött a Mezei Virágok Népdalkör és a Hagyományőrző Néptánc Együttes pár tagja is egy-egy produkciót bemutatva.